Tehát amikor beiratkozik a hallgató, akkor kap egy tájékoztató anyagot, hogy a szabályzatainkat hol találja meg. Ezek között található a hallgatói követelményrendszer. A Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszának hallgatói az ország többi felsőoktatási intézményének diákjaival együtt hallgatói státuszukat a beiratkozással nyerik el. Ennek elmulasztása komoly veszteséggel jár. Így első útja az egyetemen mindenkinek a tanulmányi osztályra vezet. A tájékoztató levelünkben már kiküldtük, hogy amennyiben a hallgató nem írja alá ezt az úgynevezett, nem jelenik meg a beiratkozáson, és nem jön létre köztünk a jogviszony, akkor elveszítette a lehetőségét a 2016-17-es őszi fél évben való egyetemi tanulmányokra. 8-10 feladatot kell megoldani. A tanulmányi osztály feladata, hogy a hallgatót a beiratkozástól a diploma megszerzéséig támogassa az adminisztrációs ügyek intézésében. Kis Iván Kinga szeptemberben kezdi felsőfokú tanulmányait. Szerinte a beiratkozás nem sokban különbözik a középiskolaitól. A hallgatói jogviszonnyal vállalt kötelezettségével tisztában van. Az állam és a hallgató között jön létre egy hallgatói jogviszony, és 12 fél évet biztosít az állam, és ez idő alatt kell a hallgatónak diplomát szereznie, de hogyha ezt nem teljesíti, akkor önköltséges szakra megy át. Horváth Janett harmadéves a turizmus vendéglátás szakon. A kezdetektől minden segítséget megkapott a tanulmányi osztályon. A hallgatói jogviszonyról már a beiratkozás előtt tájékozódott. Az egyetem is segített, amikor beiratkoztam, de előtte az oktatási hivatal oldalán is tájékozottam. Habár az egyetemi élet csak szeptember 5-én indul, a tanulmányi osztály már augusztus 5-e óta nyitva áll a hallgatók előtt a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán.